Csapadíjós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós Győr. Ez a Csak a Diós Győr műsora itt a 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. Köszöntöm Önöket, Martin Emil vagyok. Ahogyan azt már megszokhatták, ezúttal is 20 percben jelentkezik a DVTK magazin, amelyben ezúttal megismételjük és ismét teret kap a Diós Győr talán legfiatalabb szakosztálya, az E-szakosztály. Annak apropóján, hogy a DVTK ismét lehetőséget kapott, hogy bemutassa az e-sport szakosztályát a Play It Show kiállításon Budapesten, illetve részt vegyen egy rangos versenysorozatban. Ezen témánkat követően egy beszélgetést hallhatnak a DVTK Akadémia szakmai igazgatójával, Magyar Gergellyel, akit a Diós Győrben elvégzett 2 év munkájáról és az előtte és az akadémia előtt álló feladatokról kérdeztük. Tehát e-sport és női kosárlabda a mai kínálat. Remélem, hogy elnyerte tetszésüket, és figyelmükkel ezúttal is megtisztelik a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr! A DVTK ismét lehetőséget kapott, hogy bemutassa az e-sport szakosztályát a Play It Show kiállításon Budapesten. Ennek apropóján, no meg abból is kerestük, Telekti Zoltán szakosztályvezetőt, hogy egy rangos versenysorozatba is meghívást kapott a Diós Győr. Nos, nézzük a részleteket, következik tehát a Telekti Zoltánnal készített riportunk a közelmúltról és a közeljövőről. Köszöntelek, Zoli! A DVTK is részt vett a budapesti Play It Show-n. Hogyan szerepelt a klub? Mennyire sikerült öregbíteni a DVTK hírnevét a hazai e-sport életben? Ismét lehetőséget kaptunk, hogy bemutassuk az e-sport szakosztály munkáját a Play It Show kiállításon. A rendezvényen a számítógépes játékok ki volt a főszerep, de egyre több e-sport egyesület is képviseltette magát. A DVTK standját most is nagy érdeklődés fogadta. A résztvevők, az érdeklődők egymás kezébe adták a kontrollert, hogy hol játékosainkkal, hol egymással játszhassanak. Egy ilyen kiállítás remek alkalom, hogy ismertséget kössünk más szakosztályokkal, vagy személyesen találkozzunk azokkal a klubokkal, akikkel a bajnokságban játszunk. Tehát összességében úgy ítélem meg, hogy nagyon hasznos volt számunkra a kiállításon való részvétel. A közelmúltban ugye nemzetközi barátságos találkozót is játszott a csapat Holland ellenfelével szemben, és akkor megtudtuk, hogy kacsingattok ezen út felé, de itthon milyen a kapcsolat más klubokkal, a bajnokság többi szereplőivel? Nagyon jó kapcsolatot tartunk fel a többi klubbal, a klubok vezetőivel. Ez azért is szerencsés, mert így bármilyen felmerülő kérdés, problémát együtt tudunk megoldani. Bár elsősorban mindenki a saját klubja érdekeit képviseli, mégis fontos, hogy komoly kérdésekben egyetértsünk. Ilyen például a bajnokság állása, vagy a szabályrendszer egységesítése. A klubok jó kapcsolatának hála a Digisport TV-vel közösen létrejött egy Digikupa, amin a szabályrendszer közös kidolgozása után elindultak a fordulók. A kupa mérkőzéseit a Digisport TV Twitch csatornáján követhetik a szurkolók. A csoportunkban most nem szerepeltünk a legjobban, de ez csak a kezdet volt. A szervezők a tapasztalatok kiértékelése után újabb kupasorozatot szeretnének indítani. Egy másik példa a segítségnyújtás. A debreceni kezdeményezésre egy beteg kislányon és családján fogunk segíteni, részt veszünk egy közös jótékonysági akcióban. Folyamatosan beszámolunk itt a DVTK magazinban az eredményeitekről, és időnként hangos formában is szerepel az e-sport a Csak a Diós Győr műsorában. De most foglaljuk össze egy kicsit, hogy hogyan is áll a bajnokság a Pro Club vonalon. Jelenleg még tart a szezon, a lehető legjobb eredménnyel szeretnénk zárni az idényt. A következő szezon már a FIFA újabb verziójával fog elkezdődni, a FIFA 19-el. Ez minden csapatnak új kihívást fog jelenteni. A hétvégi Play It Show nem csak a kiállításról, hanem a versenyzésről is szólt. Jó híreket olvashattunk rólatok, de halljuk első kézből, hogy hogyan szerepeltek a DVTK sportolói. A Play It rendezvényen megtartott versenynek volt egy online selejtezője. Ezen nagyon eredményesek voltunk. 3 játékosunk is bejutott a legjobb 16 közé, Gottfried Daniel Xbox eszközön, Balog Richard és Kleine Péter PlayStation játékkonzolokon. A legjobb 2x16 játékosnak, Xbox és külön PlayStation, a helyszínen
szurkolók és nézők előtt kellett megmérkőzniük egymással. Nagyon izgalmas és kiegyensúlyozott mérkőzéseket láthattunk, hiszen ezen a szinten már csak nagyon pici különbségek vannak a játékosok tudása között. Viszont az Ultimate Team játékmód, amiben versenyeznünk kellett, sajnos nem nekünk kedvezett. Itt az irányított játékosok között nagyon nagy különbségek is lehetnek. Kleine Péternek sikerült a legjobb 8 közé küzdenie magát, talán a verseny egyik legizgalmasabb mérkőzését produkálva. A negyed döntőben egy idősebb és tapasztaltabb játékossal került össze, akinek csapata nagyságrendekkel erősebb volt. Péter az első mérkőzést így is megnyerte, a másodikot viszont elvesztette, összesítésben sajnos alul maradt és búcsúzott a versenytől. A verseny időtartam egyébként majdnem 7 óra volt. Olyan érzésem van, hogy ez a karaván sosem áll meg, nem pihen, hiszen eseményről eseményre, versenyről versenyre jártok. Milyen megmérettetések lesznek a közeljövőben? Két csapattal is szeretnénk indulni a debreceni rendezésű hibrid FIFA versenyen. Ennek a versenynek az az érdekessége, hogy az első félidőt 6 percet játékkonzollal, 8 percet pedig kispályás focival kell teljesíteni. Erre a versenyre erőműti edzéssel is készülünk. Nagyon szeretjük ezt a fajta versenyt, jó kicsit kimozdulni a számítógépes világból. A játékosok erőnléti szintjét is fejleszti. Csalódnék, ha nem lennének újabb e-sportos tervek a tarsolyodban. Júliusra szervezzük a DVTK Kupa FIFA versenyt, ahol 128 játékos nevezhet. Közülük a legjobb fogja elvinni a kupát. Ez egy hagyományteremtő versenysorozat. Idén egy tiszaújvárosi e-sport klub lesz a támogatónk. A versenyt a DVTK stadion VIP helyiségébe szeretnénk megrendezni, ami kiváló helyszín egy focis játékhoz, és garantáltan nagy élmény lesz a versenyzők számára. Is. A FIFA játékon kívül a League of Legends és Hearthstone játékoknak is ide szervezünk a döntőjét, ahol kiválasztanánk azt a csapatot, akik csatlakozhatnak a DVTK e-sport szakosztályához. Szeretnénk a többi sportákhoz hasonlóan itt az e-sport területén is megvalósítani az utánpótlás képzést. Fontosnak érezzük azoknak a gyerekeknek a felkarolását, segítését, akik az e-sporttal szeretnének foglalkozni. Ha elég kitartóak és megfelelően tehetségesek is, akkor nagyon sok lehetőség lesz a közeljövőkbe számukra. Ezt láthatjuk, hogy az e-sport egyre gyorsabban fejlődik, egyre nagyobb tömegeket ér el, már Magyarországon is. A DVTK EU internetes oldalon a DVTK meccsei láthatóak, visszanézhetőek. Most néhány DVTK játékos osztja meg ennek a játéknak a talán titkát, hátterét, örömét, esélyeit a jövőre nézve. Aki kérdez, nem, de akik válaszolnak, szakavatottak. El lehet-e lesni valamit egy-egy valós foci meccsből, amit megnéztek, és tudtak-e alkalmazni ebből valamit is a játékban? Természetesen el. Ha megnézzük egy valós mérkőzést és egy online mérkőzést, fel lehet fedezni hasonlóságot. A labda kihozatal, a letámadás, a tolódás, a területek szűkítése és az egyes szabadrugás, illetve szöglet variációk mind-mind olyan dolgok, amiket le lehet másolni és kivitelezni a virtuális játékban is. Hogyan lehet fejlődni, mi szükséges ahhoz, hogy még jobbak legyetek? Egyértelműen a napi szinten való több borás gyakorlás. Ezért vannak szinte minden nap edzéseink. Gyakorlunk, taktikákat beszélünk át, megpróbálunk folyamatosan fejlődni, erősödni és készülni a hétvégi bajnoki fordulókra. Milyen jövőt jósoltok magatoknak a DVTK sportban? Jelenleg a magyar bajnokság második osztályában szerepel a csapat. Célunk egyértelműen a feljutás. Ezen kívül tervben van, hogy nevezzünk külföldi ligákba, ahol egyértelműen nem magyar csapatokkal találkozunk, ezáltal több játékstílust is ismerhetünk meg. Így mi is tudunk fejlődni, ellesni taktikákat. Szeretnénk minél feljebb jutni és a legjobb közé érni. Milyen céllal vágtatok neki ennek az idei szezonnak? Ahogy az előbb is említettem, célunk egyértelműen a feljutás. Kicsit nehézkes az eddigi utunk, sajnos vesztettünk már pontokat, de folytatnunk kell a megkezdett munkát, és együtt sikerrel fogjuk venni az akadályokat. Milyen hazai és nemzetközi sikereket lehet elérni klubszinten? Hazai szinten a bajnokság és a kupa a legfontosabb véleményem szerint. Akik jól szerepelnek a kupában, illetve az első osztályban, indulhatnak az Európa Ligában és az Bajnokok Ligájában is. Egyértelmű, hogy mindközül a BL a legnehezebb, csak úgy, mint a valóságban is. Mely csapatok szerepelnek a kívánságlistán itthon és külföldön, akikkel hát szívesen megmérkőznétek? Legszívesebben az Zilex e-sport és a Puskás Akadémia csapatával ütköznék meg. Véleményem szerint ők képviselik a legnagyobb erőt jelenleg Magyarországon a bajnokságban, külföldi csapatok közül pedig nem is kell mondanom, a QPR csapatát emelném ki. Hogyan ajánlanátok a meccseiteket, hogy minél többen nézzék azokat, ahogy említettük, ugye a dvtk.eu-n visszanézhetőek, de akik élőben szeretnék ezt megtekinteni? Dolgozunk rajta, hogy legyen saját kommentátorunk. Ez nagyban megkönnyíteni a dolgainkat, így sokkal színesebb és élvezhetőbb lenne egy online mérkőzés nézése. A YouTube csatornánkon már elérhetőek a videóink, igaz közvetítés nélkül, de reméljük, hamarosan közvetítéssel is megtekinthetőek lesznek a mérkőzéseink.
Nyilvánosan mikor lehet majd benneteket esetleg látni, élőben, helyszínen nektek szurkolni? Tervben van ez? Sajnos ennek a kivitelezése nagyon nehéz. Több csapattársam is, ahogy jó magam is, külföldön élek, Németországban, Angliában és Ausztriában elvétve. Az összehozatala ennek sajnos bonyolult lenne, de reméljük, hogy hamarosan ez is sikerülni fog. A DVTK igyekszik megtenni mindent ennek érdekében, így nyárra kilátásban van egy általuk szervezett csapatépítő tréning, ahol megtekinthetőek leszünk mi is, és akár néhány mérkőzésünk is. Csapadíjós győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós győr! A DVTK női kosárlabda szakosztályának otthonában vagyunk, és az utánpótlásért felelős szakmai igazgatóval, Magyar Gergellyel beszélgetünk, aki a DVTK Akadémia első számú szakmai vezetője. És kezdjük valahol az elején, méghozzá, hogy gratulálnom kell, mert beérett nagyon az a gyümölcs, amelyet ugye elkezdtél itt szakmai vonalon az elmúlt, ha jól emlékszem, talán 2 évben. Először is köszönjük szépen a gratulációt. Úgy gondolom, hogy a lányok és az edzők megdolgoztak ezért, hogy ott legyenek a csapataink az országos döntőkben. Örülünk ennek, és azt hiszem látszik a fejlődés, illetve az előrelépés, de azért nem szeretnénk hátradőlni és itt megállni, hogy akkor most jól végeztük a dolgunkat és minden rendben van, mert sajnos azért még azt is látni kell, hogy eléggé le vagyunk maradva az élmezőnytől, de nyilvánvalóan azért dolgozunk és azért készülünk napról napra, illetve hónapról hónapra, évről évre, hogy minél több játékost tudjunk kinevelni, és a cél az, hogy NB1-es játékosok legyenek, és a miskolci szurkolók a DVTK felnőtt csapatánál is a miskolci kötődésű játékosokért szurkolhassanak. Nézzük ezt a fejlődést ugye ebben a 2 évben. Miben kellett változtatni? Eddig is voltak azért olyan játékosok, akik jöttek és próbálkoztak, de valahogy nem sikerült. Most viszont tényleg azt lehet mondani, ahogy említettük is, hogy ott vannak a legjobbak között. Így van, és hát az is ugye büszkeséggel tölt el minket, hogy egyre több válogatott behívót kapunk. A korosztályos válogatottakba egyre több diósgyőri játékos kerül be, ez is azt hiszem, hogy a munkánkat dicséri, de én mindig elsősorban a gyerekeket dicsérem, mert ők végzik a munkát, mi csak megpróbáljuk nekik a megfelelő segítséget megadni ahhoz, hogy jobb játékosok lehessenek. Elsősorban a mentalitásban kellett változtatnom. Én nem szeretek sosem a múlttal foglalkozni, az előttem dolgozókkal, meg pláne nem az ő munkájukat minősíteni, vagy bármi hasonlót ezzel kapcsolatban mondani. Én azt hiszem, hogy én egyrészt új szint hoztam a klubnak az életébe. Minden nagy képűség nélkül ugye mondhatom, hogy van tapasztalat, illetve volt tapasztalat a hátam mögött. Én azért bejártam fél Európát, bejártam az egész országot, láttam nagyon sok mindent, hogy mik azok a dolgok, amik működnek, mik azok, amik nem, akár válogatott edzőként, akár már mondjuk Szegeden másodedzőként ugye az Euroligában kezdtem, tehát ott is azért már elég sok mindent láttam, és én ahogy észrevettem azt, hogy mi kell ahhoz, hogy nemzetközi szinten is dominálni tudjon egy csapat, illetve nemzetközi szinten is eredményeket tudjanak elérni a játékosok, ehhez próbáltam meg felépíteni a szakmai munkát. Azt azért hozzá kell tennem, hogy nagyon mélyről kellett indulni, és sajnos nagyon sok olyan rossz beidegződése van a gyerekeknek, amit nagyon nehéz kinevelni belőlük. Éppen ezért fontos az, hogy a legkisebb korosztályokban is már a megfelelő képzést megkapják a gyerekek, és a megfelelő alapokról tudjunk fölfelé építkezni. De ahogy az elején említettem, elsősorban a mentalitást kellett megváltoztatni, és ebben már az U18-asoknak is mondtam a döntő előtt, hogy eredménytől függetlenül én nagyon büszke vagyok rájuk, mert sokan át tudták lépni a saját árnyékukat, és ki tudtak lépni a komfortzónájukból, és megértették azt, hogy ami eddig volt, az nem működik most már. Már más szinten van a női kosárlabda, sokkal fizikálisabb, sokkal dominánsabb játékelemekre van szükség, és ezt ők végre is tudták hajtani. És azt lehet mondani, hogy köréd a szakmai munkád és a szakma köré felépült egy szervezet is. Méghozzá az Akadémia, a Király Sándor fémjelezte munka. Ez is azért nagyban segíti talán a te munkádat is, és ebben a szervezetben dolgozó edzők munkáját is. Így van, hát szintén köszönettel tartozom azoknak, akik ebben a klubban, illetve most már az akadémiának nevezhetjük magunkat, akadémiában dolgoznak. Elsősorban ugye Szabó Tamás, aki újraélesztette a női kosárlabdát Diósgyőrben. Király Sándor, aki engem is idehozott, és én nagyon sokat tanultam, és tanulok a mai napig tőle,
ugye azért neki több mint 30 éves tapasztalata van átcsoportos edzőként, úgyhogy rengeteget lehet tőle tanulni napi szinten, és hát ők nyilván mindent megtesznek azért, hogy ez a klub működjön, és ami az egyik legfontosabb és számomra legpozitívabb Sanyi bácsival kapcsolatban, hogy ő is, mint ahogyan én is, a magyar kosárlabdáért akar tenni. Ő nem az önös érdekek vezérlik, nem a saját céljait szeretné elérni, ő letette az asztalra azt, amit ő neki le kellett tenni, és ez az, amiben maximálisan egyetértünk, hogy nekünk a magyar női kosárlabdát kell segítenünk azzal, hogy minél jobb játékosokat neveljünk ki. De hozzátartozik ehhez, ahogyan te is említetted, nem csak a szakmai háttér, hanem a technikai személyzet is. Akár beszélhetek itt a erőnléti edzőnkről is, aki az utóbbi időben csatlakozott hozzánk, és rendkívüli módon segíti a munkát az akadémiai korosztályokban, de a technikai személyzet is hatalmas terheket vesz le a vállunkról. Én úgy gondolom, hogy ez egy olajozott gépezet. Nyilván vannak benne apró megcsúszások néha, de azon dolgozunk, hogy ezek minél kevesebbse forduljanak elő, és minél hatékonyabban tudjuk végezni a feladatunkat. Engem szerintem megveszőznek akkor a szurkolók, hogyha nem fogok arra rákérdezni, ami már 90-es években is talán probléma volt, hogy nagyon kevés olyan saját nevelésű játékos volt a csapatban, és voltak olyan esztendők, vagy voltak olyan évtizedek is talán, amikor nem is volt egyáltalán saját nevelésű az első osztályú csapatban, hogy most te látsz, hogyha nem is név szerint, de a különböző korosztályokban olyanokat, akik majd esetleg későbbiekben itt a miskolcvárosi sportcsarnokban, vagy az épülő új kosárlabda csarnokban több ezer szurkoló előtt léphetnek pályára a DVTK színeiben. Ez az elsődleges célunk, hogy ez megvalósuljon, ez nyilván a mi vállunkat nyomja a felelősség ezzel kapcsolatban, ha mi jól végezzük a munkánkat, ez egy nyilván nem egy rövid távú folyamat, ez szerintem egy 3-4 éven belül ez ki fog derülni, hogy jól végezzük-e a munkánkat, és odaérnek-e ezek a fiatal játékosok a DVTK-nak a 12 fős keretébe. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk, az első fecske, ahogy Sanyi bácsi szokott fogalmazni, az már kirepült. Ugye Kis Angélika személyében. Ő idén elég sok játék lehetőséget kapott az edzőjétől. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül. Ő is nagyon keményen dolgozott ezért, illetve dolgozik a mai napig is. Ugyanúgy az U18-as korosztályban szerintem egy 3-4 olyan játékos van, akár név szerint is mondhatom a Frintnikit, a Halász Zsófit, a Kecskés Karinát, vagy akár a Nagy Esztert, akik szintén úgy gondolom, hogy ha még egy pár évet dolgoznak, akkor ha nem is feltétlenül egyből meghatározó játékosok lesznek, de hasznos kiegészítő emberei lehetnek a felnőtt csapatnak, és hát nyilvánvalóan az U16-U14-es korosztályban is vannak tehetséges, ügyes gyerekek. Ahogy már mondtam, nekünk kell belőlük kihozni a maximumot, és én úgy gondolom, hogy ha ők is úgy állnak hozzá, és ők is úgy dolgoznak továbbra is, akkor meg tudjuk oldani ezt a feladatot. Gondolom egyetértesz abban, hogy azok a szakmai műhelyek járnak előrébb, ahol jó NB1-es csapat is van. Ugye, mert rájuk lehet felnézni, ők legyenek az igazi példaképek, hogy ő hozzájuk és ők közéjük szeretnének majd tartozni. Igen, ebben maximálisan egyetértek veled, hogy nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek is lássák, hogy van perspektíva. Ezért is fontos a már említett Kis Anginak a szerepe is, hiszen ő idézőjelesen kézzelfogható a gyerekek számára, hiszen itt nőtt fel közöttük. Egymás mellett, egymás után, egymással edzettek. Ő remek példa arra, hogy igenis kemény munkával és elhivatottsággal oda lehet érni a felnőtt csapathoz, úgyhogy ebből kell nyilván minél több, és ugye, ahogy te is említetted, nagyon fontos az, hogy a gyerekek kijönnek meccsről meccsre, lássák azt, hogy azért mi nem, mármint a felnőtt csapat nem a 8-tól 10. helyért játszik a felnőtt bajnokságban, hanem igenis jó mérkőzéseket tud vívni, és minél előrébb tud végezni. Ugye itt a Miskolcon hál' Istennek a hangulat az legendás, illetve a szurkolók nagyon szeretik a csapatot. Én remélem, hogy ez is majd még inkább pozitív irányba fog változni, hogy a felnőtt csapat mérkőzéseit egyre többen fogják látogatni. Későbbiekben annak eredményeképpen, hogy ők is jobban magukénak fogják érezni a csapatot, hogyha az itt nevelkedett játékosokból egyre többet látnak a pályán. Folytatódik akkor a szakmai munka? Várható előrelépés a következő évben, években? Amikor idejöttem, akkor 3 évre fogalmaztunk meg egy elképzelést vezetőséggel. Én úgy gondolom, hogy jó ütemben haladunk. Jövő év az még nyilván biztosított. Ugye most azt is kell emelnem, hogy az MKOS-nek köszönhetően, illetve a TAO rendszernek köszönhetően ugye remek feltételek mellett dolgozhatunk. Semmiben igazából nem szenvedünk hiányt. Ebből adódóan megvannak a
kellő feltételek ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Nyilván a cél az, hogy amit már mondtam, hogy a felnőtt csapatba neveljünk, de ettől függetlenül azért az utánpótlás szinten is szeretnénk bizonyítani, érmeket nyerni. Bízom benne, hogy jövőre már akár 2, de lehet, hogy 3 korosztályban is fogunk tudni bizonyítani ebből a szempontból. Csapadíjós Győr. Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csapadíjós Győr. Nos, ennyi fért a 20 percbe a Csillagpont Rádió DVTK magazinjába. A Csak a Diós Győr műsorunkban továbbra is a Piros-Fehér Klub mindennapjairól hallhatnak érdekességeket, háttérbeszélgetéseket, híreket, információkat. Tehát Diós Győri szurkolók, figyelem, ne hagyják ki a Csillagpont Rádió DVTK magazinját. Az éterben az elmúlt 20 percben Martini Emilt hallották, tartsanak legközelebb is velem, a viszonthallásra, hajrá Diós Győr! Csak a Diós Győr! Kulisszatitkok, érdekességek, aktualitások, háttérbeszélgetések, hírek a DVTK-ról. Csak a Diós Győr!